A Sátor, a Juhéi Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnázium, a Börtönügyi Egyesület, a Toborzó Iroda, valamint a Sárospatakivai Miklós Református szakképzőiskola és diákotthon diákjai és tanárai végeztek hadisírgondozást a Hősök temetőjében Sátor a Juhéjen. Összesen 36 diák vett részt az eseményen, a pár nap múlva megtartandó megemlékezés előtt. Én azt gondolom, hogy vállalásunk a kadétképzésben a hadisírgondozás, és ugye jön a halottak napja, több mint 10 nemzet katonái nyugszanak itt, akikhez a hozzátartozók már nem tudnak, nem is élnek, vagy egyszer nem tudnak eljönni meglátogatni, lehet, hogy egyszerűen nem is tudják, hogy itt vannak. És én úgy gondolom, hogy minden olyan ember, aki a hazájáért adta az életét, megérdemli azt a törődést, odafigyelést, amit mi most itt végzünk, hogy a sírok rendben legyenek, hogy a kellő tiszteletet meg tudjuk adni. A résztvevők pedig úgy alakultak, hogy az Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség, az Ötvös Börtönügyi Egyesület, a Sátor a Juhéi Városvédő Egyesület és a Kossuth Lajos Gimnázium kezdeményezésére történik most ez a dolog, a pénteki megemlékezés előtt mindenképpen, és mivel a Sárospataki Vai Iskola is belépett a kadét programba, ezért úgy döntöttünk, hogy őket is meghívjuk erre az akcióra, úgyhogy ők is megjelentek most itt. Ezen az eseményen a kadétok is részt vettek, hiszen így a kötelező közösségi szolgálatot is ilyen formában teljesíthetik. Ennek ez a jelentősége, hogy két módon tudunk emlékezni a hősi halottainkra. Egyrészt, hogyha ünnepségeket, megemlékezéseket tartunk a hősi halottak sírhelyei mellett, illetve nyilván a megemlékezésekhez méltó módon karbantartjuk ezeket a sírhelyeket. Nagyon fontos, hogy az iskolai közösségi szolgálat keretein belül, közösségi tevékenység keretein belül hadisírgondozást lehet végrehajtani, és ennek látjuk itt most a példáját. Az Újhelyi Kossuth Gimi, illetve a Sárospataki Vaj Miklós szakképzőiskola diákai vannak itt jelen, és közösségi tevékenység nyanánt hadisírgondozást hajtanak végre. A diákok jelenlétében a tiszteletadás jeléül koszorúzták meg az emlékművet, majd mécseseket gyújtottak meg az elhunytak emlékére.